Tisztelettel köszöntöm a Szópárbaj mai nézőit. Vendégeinkkel, Huber Sebastiannal, a Fórum Politikum elemzőjével, és Nagy Attila Tiborral, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével. Két témáról szeretnénk beszélni. Az egyik az önkormányzati választás, ezen belül is Falus Ferenc visszalépése, a másik meg az orosz befolyás Európában, köztük egyes pártokban, és a Budapestre tervezett fajvédő kongresszusnak a megítélése. Mielőtt azonban belefognánk a témába, azt javaslom, nézzük meg az első bejátszásunkat. A párt kerületi polgármester jelöltjeinek többsége nem fog együtt szerepelni a fővárosi MSZP által támogatott, az országos vezetés részéről viszont elutasított főpolgármester jelölttel a következő két hétben. Az MSZP-ben viszont ismét súlyos töréseket okoztak az elmúlt napok eseményei. Horváth Csaba összevitatkozik Falus Ferenccel. Falus bírálja a Bokrostól óckodó MSZP-t. Bokros Lajos megdicséri Falus kampányát. Horváth kritizálja Falus lecserélését. Az MSZP nem támogatja Bokrost. Egy másik MSZP viszont támogatja Bokrost. Bennünket is kicsit összezavart ez a második idézet, amilyen távirati stílusban összegezte az elmúlt 4 hónap történését. Ti hogyan látjátok, mennyire változtatja meg Falus Ferenc visszalépése a kampány hátralévő rövid időszakát? Ugye maga a kampány az valamilyen szinten leegyszerűsödik, hiszen egyetlen legalább valami minimális eséllyel rendelkező, hát magát jobboldalinak való, de mégis a baloldal által támogatott, talán ez a legfontosabb kifejezés, jelölt maradt Bokros Lajos személye. Tehát magát a kampányt leegyszerűsítette, illetve egy nagyon fontos politikai elemzőknek szerintem egy ajándék volt ez a pár nap, hiszen sokan beszélnek arról, hogy a baloldal hogy van válságban, miért van válságban, hogy ennek mi az oka. Itt szerintem ezekkel a történésekkel, itt amit bejátszást során hallottunk mondatokat, egyértelmű vált, hogy itt egyszerűen nem lehet másról beszélni, mint dilettantizmusról és alkalmatlanságról, hiszen még az utolsó pillanatban meghúzott, hát már eleve nagyon kétséges lépést sem tudták úgy kommunikálni, hogy ez egy egységes föllépést eredményezzen, hogy esetleg egy lendületet adjon a választópolgárok felé, hogy na, érdemes elmenni szavazni, hanem még most is azon vitatkozik mindenki, mint valamilyen ilyen találós kérdés, hogy 3 párt-e vagy 4 párt, és hogy ezek közül ki kit támogat, illetve hogy most akkor Szigetvári Viktor kinek a nevében kit hívott föl, hogy őt 4 párt küldte, vagy csak 2 párt. Szóval ezek olyan kérdések, amik biztosan nekünk itt elemzőként érdekesek, meg hát már mi is inkább már majdnem, hogy a humor kategória szintjén tudunk csak beszélni róla, viszont a választópolgárokat olyan szinten nem érdekli, mert nem kapnak megválaszolt, tehát nincsen megválaszolt kérdésük arra, hogy mi lesz Budapesttel, hogyha esetleg a baloldal valami csoda folytán, mert azután tényleg csak csoda kéne megnyerni a főváros irányítását, nem tudtunk meg semmit, hogy mit képzelnek el. A nézőink sokszor kérdezik azt, hogy ez egy színjáték, vagy ez igaz? Hiszen ugye láttuk tavasszal is a baloldalnak ezt az ügyetlenkedését, most is megismételték, tehát hogy hogyan szeretnének így nyerni, hiszen Sebastian is említetted, hogy hát ha valamilyen csoda folytán nyernek, ők nyerni akarnak, minden párt nyerni akar, tehát hogy ez hova vezet a baloldalon, hogy ez javítja vagy rontja, Attila, szerinted az esélyeiket? Egyértelműen rontja. Én úgy látom, hogy a főpolgármesteri poszt megszerzéséről már le is mondtak lényegében. Én legalábbis nem látom a hitet a baloldal részéről. Már ők se nagyon hisznek abban, hogy le tudják győzni Talós István főpolgármestert. Szerintem ennek az egésznek, tehát a baloldal valószínűleg tovább mélyülő válságának 2 vetülete van. Az egyik egy aktuálpolitikai vetület, a másik pedig egy mélyebb ideológiai vetület. Erről a kettőről röviden beszélnék. Ami az elsőt illeti, hát ez az űrzavar végül is abból is adódik, hogy az európai parlamenti választáson az MSZP legalábbis az ő elvárásaikhoz képest a várnál gyengébben szerepelt. És éppen ezért a többi, a másik 2 baloldali párt vagy szereplő, hát keményebbeknek bizonyult a tárgyalásokon. Emiatt nagyon nehezen sikerült a tárgyalóasztalnál eredményre jutni, igazából nem is sikerült, tehát az a nagy átfogó megállapodás nem jött létre, hanem végül is a kerületi megállapodásokra bízták a dolgot, de ezzel értékes hetek mentek el a baloldal szávára, és hát most kulminálódik azzal, és az MSZP-sek jobban, joggal mondják azt, hogy hát milyen
most a falusékat a másik két párt erőltette rájuk, és hát ők hagyták magukat, hát akkor most meg falus visszalépett, hát akkor most mi van? Viszont az érdekes kérdés, hogy miért hagyta magát a szocialista párt. Egyébként is néha már azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a szocialista párt már a tavaszi parlamenti választásnál jobban járt volna, hogyha mondjuk másfél-két évvel a parlamenti választások előtt nem szövetségkötéssel foglalkozik, szerencsétlenkedik a többi baloldali párttal, hanem azt mondja a baloldali szavazóknak, hogy kérem szépen, én, mint szocialista párt leszek a domináns párt, én rátok fogok figyelni, szavazzatok rám. Tehát ez az aktuál politikai része. A második pedig az ideológiai zűrzavar. Én ennek a fontosságára már többször felhívtam a figyelmet, és igazolva látom magam annyiban mindenképpen, hogy Bokros pont annak a bizonyítéka, hogy a szocialista párt nem tudta igazából lerendezni magában, hogy mit jelent ma a baloldaliság Magyarországon, hiszen ugye a budapesti pártanács Bokros mögé állna a MSZP országos elnöksége kevésbé, tehát hogyha lennének egyértelműbb ideológiai sarokkövek, amelyekhez a párt az aktuális viselkedését tudná igazítani, akkor könnyebb lenne a helyzet, bár, és akkor ezzel zárnám a felszólalásomat, az kétségtelen, hogy a nyugat-európai baloldali pártok helyzete szerintem nem ad teljesen egyértelmű útmutatást, hogy a mostanában mit kellene csinálni, hiszen az SPD a legutóbbi németországi választásokon sem szerepelt túl jól, most pedig kormánypártként azért erősen vitatható lépésekbe hajszolt a CDU-t, gondolok a kötelező minimálbér bevezetésére, amelyek nagyon megterhelik a német államkasszát. A Labournél is ugye, hát majd meglátjuk, hogy mire mennek. Én egyfelől azt látom, hogy a költségvetési korlátok ugyanakkor a baloldali ság, tehát a tömegekkel való szolidaritásnak az ellentéte feszíti a mostani ellenzéki Labour politikáját is. Tehát ebből a szempontból sem könnyű az MSZP és a többi baloldali párt helyzete, és ezekkel a szerencsétlen aktuál politikai mozgásokkal még tovább súlyosbítják ezt a helyzetet. Igen, ugye utaltál az MSZP-n belüli helyzetre, azonban azt hallhatjuk akár az MSZP politikusaitól is, hogy még van esély, hiszen a kerületekre fognak Budapesten koncentrálni, és hogyha a nagy kerületeket, Újpestet például, Új-Budát, 11. kerületet vagy Zuglót megnyerik, akkor a közgyűlésben még lehet többségük, akár úgy is, hogy nincsen főpolgármesterük. Hogyan látjátok ennek az esélyét? Hogy eddig is láttuk azt, hogy a baloldali pártok, akik falus mögé félszívvel sorakoztak fel, a saját kerületi és vidéki települési kampányaikat folytatták, hogy most, hogy nincsen hivatalos közös főpolgármester jelöltjük, mennyire sikerülhet ez a stratégia, hogy a kerületekre és a nagyobb általuk megnyerhetőnek ítélt településekre koncentrálnak? Ja, eleve alábották már az igényeket, hiszen nem mondtak valóban a főpolgármesteri pozícióról. Lényegében, hát ugye, ha Bokros Lajos valahogy befutna, akkor nyilván örülnének neki, de hát már ugye az MSZP nagy része sem támogatja őt, és ugye azt is tudjuk, hogy a maguk a kerületi polgármester jelöltek sem akarnak vele mutatkozni. Tehát ez is mutat valamit, hogy még abban se hisznek, hogy egyetlen plusz szavazatokat hozna. Most az, hogy a kerületekben mennyi esély van, azért ezek nem elválasztható dolgok. Tehát nyilvánvaló, hogy most gondolkodjunk egy baloldali szavazó fejével, hát bizony, ha azt látja, hogy a legfontosabb cél az úgymond már elúszott, akkor utána sokkal kisebb hajlandósággal vesz részt egy szavazáson, mint az, aki ugye hát az a jobboldali, aki tudja, úgymond, hogy a győztesre szavazhat. Persze ott is van egy olyan veszély, hogy már túl magabiztosak, már túlzottan elhiszik, hogy minden megvan. De amikről beszélünk, egyetlen esélyes kerületek ott is sokszor abból indulnak ki, hogy mert tavasszal volt egy eredmény. De hát láttunk már a korábbi évek választását is. Láttuk azt, hogy akár maga Tarlós István is volt olyan, hogy elbukott egy parlamenti képviselőjelölti választást, majd ősszel teljesen simán megnyerte a polgármesteri pozíciót. Nagyon nehéz egy hivatalban lévő polgármestert eltávolítani, leváltani, és azért a közgyűlés maga, ugye ez nem egy folyamat, tehát nem egy parlamentet képviselő
csináljanak, vagy képzeljenek el a kedves nézők. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek napi szinten, heti szinten ellenőrzik a főpolgármestert, hanem havonta, két hetente összeülő testület, ahol ráadásul most polgármesterek lesznek, és ezek a polgármesterek ugye alapvetően a saját kerületükkel lesznek elfoglalva. Én nem hiszem, hogy ez az új, úgymond taktika, ez alkalmas lenne Tarlós István valós megszorítására, ez inkább arról szól, hogy hát azért menjünk el szavazni, mert az ténykérdés, hogy az MSZP-nek van igazán arra lehetőség és esélye, hogy egyáltalán kerületeket nyerjen. Egy-két helyen van, talán még Karácsony Gergőnek van valami minimális, vagy ha nem is minimális, de neki van leginkább esélye. A többieknek, akik együtt vagy DK színekbe indulnak, már jóval kevesebb esélye van. Tehát megint azt láthatjuk, hogy az MSZP persze meggyengül és gyengébb, és az EP választáson alul szerepelt, a várakozásoknak nem megfelelően szerepelt, de még mindig képes kiállítani legalább helyi szinten olyan embereket, amikre a többi párt nem képes. És az, amire Attila utalt, ott valóban az MSZP elkövetett egy hibát, legkésőbb a megállapodás elhúzódásakor, de azt kellett volna mondani, hogy hát akkor én fölállok, elindulok, van főpolgármester jelöltem, akit azért ismernek, Horváth Csabát, és mondjuk az az Együtt PM, amelyik, hát ugye most már magával sincs egységben, de hogy aki nem képes minden megyében területi listát állítani, bizton ki lehetett volna jelenteni, hogy Budapesten nem lett volna képes több száz jelöltet összeszedni, már pedig ugye Budapesten ahhoz, hogy minden körzetbe induljon valaki, több száz jelölt szükséges. Ezt nem vállalta be az MSZP, az új vezetés Tóbiás Józseffel távol akart ettől maradni, Kunhalmi Ágnes pedig nem bizonyult elég fajsúlyos tárgyalófélnek. Ezért tartanak itt, ahol tartanak. Még egy utolsó kört ehhez az önkormányzati választáshoz futnék, és azt kérdezném tőletek, hogy Gyurcsány Ferencről mi a véleményetek, hiszen ő most csöndben van, tehát ami az országos médiában való nyilatkozást illeti, és hát szorgosan kampányol, követve a kampányát látjuk, hogy vidéken, nagyon sok helyen van, Budapesten is ezekben a megnyerhetőnek ítélt kerületekben, tehát sok helyen fordul meg. Hogy látjátok, hogy miért van ennyire csöndben magához képest? Még röviden a kerületekre azért kitérnék, mert én azt gondolom, hogy például Budapest 15. kerületében az ottani baloldali jelölt Hajdú László, aki korábban ott már volt polgármester, vagy a 9. kerületben Gegesi Ferenc, aki szintén volt hosszú éveken át polgármester, viszonylag jó eséllyel rendelkezik már csak azért is, mert ő mögöttük kiáll a többi baloldali párt. Azt nem tudom egyelőre megmondani a választási eredmények ismeretének hiányában, hogy a főpolgármester jelöltség körüli cirkusz mennyire veszi el majd ezen kerületi baloldali szavazók kedvét a szavazástól. Fennállhat egyébként ez a veszély, különösen, hogyha esetleg Bokros további főpolgármesteri kampányába bizonyos hibák belecsúsznak. Tehát meglátjuk majd, de én azt gondolom, hogy a baloldalnak lehet arra szansa, hogy néhány kerületet vagy várost az országban visszavegyen a mostani kormánypártoktól, hiszen azok lényegében 2010-ben túlnyerték magukat az önkormányzati választásokon. Ami pedig Gyurcsányt illeti, Gyurcsány jól csinálja abból a szempontból, hogy míg a másik két ellenfele hát kezd úgy az összeomlás felé menetelni, elég határozott léptekkel, ő meg szervezi vidéken a maga bázisán, ő azért is tart fórumokat, hogy a DK-s szimpatizánsokat, tagságot tudja mozgósítani, és ezt ebből a szempontból jól csinálja. Tehát kifejezetten én pártépítési törekvésnek tartom a jelenlegi állás szerint az ő helyzetén, és nyilván az a célja, hogy azt bizonyítsa be, hogy kérem tisztelettel, én vagyok az igazán potens cselekvőképes baloldali ellenzéki párt. Sebastian, még ehhez a Gyurcsány Ferenc kapcsán? Ugye Gyurcsány Ferenc valóban megértette azt, az MSZP-ben még a helyi szervezetek ellen küzdött. Ez egy érdekes dolog, de rájött, hogy nem lehet helyi szervezetek nélkül normális pártot fölépíteni. Ez volt az, amivel ő többet tanult abból az időszakból, mint Szigetvári Viktor, aki azt hitte, hogy Facebookon meg lehet szervezni egy pártot, vagy akár egy kampányt. Tehát ő valóban fölépíti, és valóban ez most is a kampányt ennek rendeli alá. Valóban egy kicsit hátrébb húzódott, azért, mert érzi a kudarcot. Én azt gondolom, hogy nem akar egy kudarcban vezető arc
lenni, hiszen az MSZP részéről azért itt Falus Ferenc visszaléptetése kapcsán komolyan fölmerült az igény, hogy ezt az egészet részben ugye az Együtt PM nyakába, akinek a jelöltje Falus Ferenc, de ugyanakkor Gyurcsány Ferenc nyakába is varják, és bizony-bizony ez ellen Gyurcsány Ferenc úgy tud védekezni, hogyha nem vállal föl egy ilyen vitát. Ugye az ő személye megosztó, nem jó az, hogy az MSZP-seket is arra emlékezteti, hogy ő vitába áll velük. Szigetvári Viktor egyébként egy érdekes jelenség, mert ő egy ideig jó kampányszakember hírében állott, és ehhez képest azóta, hogy ő Bajnai egyik tanácsadója, majd politikusa lett, nekem eddig legalábbis elég gyengének tűnik a teljesítménye. Tehát nem úgy tűnik, hogy ő igazából jól tudott boldogulni, jól tudott helyezkedni az eddigi pártpolitikai küzdelmek során, és ő azért az Együttnek az egyik, igaz, hogy elvileg csak társelnöke, de ő a vezető arc. Ez egy fontos felvetés volt, hiszen már most látunk olyan törekvéseket a baloldalon, hogy az esetleges és várható kudarcot Szigetvári Viktor nyakába varják, és Bajnai Gordont távolítsák ettől a pártól, és inkább Szigetvári Viktor van mensójává. És az egy, bocsánat, újabb érdekes felvetés lehet, hogy amennyiben esetleg kudarcos lesz a választásoknak az eredménye, Együtt tud-e maradni az Együtt PM, illetve a maga az Együtt Korszakváltók Szövetsége elnevezésű párt, amely több részből áll szintén, csak mostanában nem nagyon látszik például szolidaritás mozgalom, azzal mi lesz, tehát lehet, hogy tovább fog darabolódni az eddig is már fragmentált ellenzék. Hát lesz miről beszélnünk a választás után is, most viszont még a második témánkra is térjünk ki. Azt javaslom, hogy nézzük meg itt is a bejátszást. Az illetékes hatóságok a lehető leghamarabb vizsgálják ki Kovács Béla ügyét, és ha vannak bizonyítékok ellene, tárják azokat a magyar társadalom elé, szólított fel Vona Gábor, a Jobbik elnöke kedden Szegeden. A konferencián felszólal mások mellett az Eurázsiai Birodalom fő ideológusa, az orosz Alexander Dugin is. Az eredeti programban szerepel Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő is, de ő utóbb lemondta a részvételt, állítása szerint azért is, mert nem ért egyet a fehér felsőbbrendűség eszméjével. Ugye, akörül megy a vita leginkább, hogy be lehet-e tiltani egy ilyen rendezvényt. A miniszterelnök felkérte a belügyminisztert, hogy a törvényes eszközök felhasználásával akadályozza meg ezt a konferenciát. Nemzetközi vita is van ebből, hiszen szokatlan, hogy ezek az amerikai fajvédők Amerikán kívül tartsanak kongresszust, és hát az is szokatlan, hogy ahogy a második idézetből is hallhattuk, a Kreml egyik fő ideológusa is megjelenik egy ilyen rasszista, szélsőjobboldali konferencián, aki inkább a kommunista eszmékhez áll közel. Tehát hogyan látjátok egyrészt ezt a katyvaszt, és hogy miért pont Budapestet választották? Én azt nem tudom eldönteni pontosan, hogy miért pont Budapestet választották, ha csak azért nem, mert itt a szélső jobb oldal az erősnek számít. Hát Európában sok ilyen ország van most az európai választás után. Hát kétségtelen, de azért a Jobbik például az európai parlamenti választáson mégiscsak a második helyet tudta megszerezni, bár kétségtelenül valahol az első helyet, de mondjuk ezzel együtt is viszonylag jelentős, legalábbis az ellenzéken belül a Jobbik súlya. A másik, azért érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy ez az amerikai szervezet agytösznek hirdeti magát, van működő honlapja, tehát az ember hajlamos azt mondani, hogy most a kifejtett nézetei függetlenül egy legálisnak tűnő szervezetnek tűnik, és én azt gondolom, hogy érdemes a TASZ közleményére odafigyelni, mert a TASZ bizony szerintem nem lényegtelen jogi aggályokat fogalmazott meg, nevezetesen, hogy milyen alapon akarja a belügyminiszter betiltatni, és ezt tovább gondolnám azzal, hogy a szervezők nem tüntetést akarnak szervezni, amit a rendőrség betilthat, hanem most már a legújabb hírek szerint magán rendezvényt szeretnének csinálni. Most ezt milyen alapon betiltani, ez számomra jogilag legalábbis egyelőre nem világos. Azt meg lehetne elvileg tenni, hogy megtagadják a beutazást ezektől az emberektől, csak hogy a magyar jogszabályok értelmében ezt hasraütéssel nem lehet megtenni,
Tehát ennek azért vannak bizonyos feltételei, például az, hogy az Európa Tanács kifejezetten azon személyekre hozzon ilyen tiltó rendelkezés, vagy nemzetközi problémák legyenek ezekkel az urakkal. Tehát itt azért itt nem elegendő azt mondani, hogy hát nem rasszisták ezek az emberek is, nem jöhetnek be, tehát ott valamivel majd az idegenrendészeti hatóságnak meg kell indokolni. Tehát amellett, hogy én értem, hogy a magyar kormány nem kíván újabb nemzetközi bonyodalmat azzal, hogy megtartsák ezt a konferencián, viszont jogilag, legalábbis az eddigi információk alapján kissé aggályosnak tűnik ez a betiltási kezdeményezés. Amellett, hogy én természetesen nem mondom azt, hogy örülni kéne, hogy fajvédő vagy ehhez hasonló konferencia lehetne Budapesten. Sebastian, szerint a nemzetközi kommunikációban, a politikai kommunikációban melyik lesz az erősebb hatás az elkövetkező napokban? Az, hogy ezt a konferenciát Budapesten rendezik meg, és amire Attila is utalt itt a szélső jobb nagy előretörésétől kell félni, ahogy azt olvashatjuk a nyugati sajtóban, vagy az a törekvés, ami a kormány részéről jelenik meg, hogy a rendelkezésre álló törvényes eszköz, például a beutazás megtagadásával megpróbálják megakadályozni? Remélhetőleg a második, ugye ez közös nemzeti érdek, én azt gondolom, de ezt is érdemes egy másfajta megközelítésből talán vizsgálni, hogy itt beszélgetünk jogi álláspontról. Az, hogy a TASZ miért ellenzi a betiltást, azt nem nehéz kitalálni, ugye a TASZ, és akik hát azért őket finanszírozzák, ők mindig örülnek, ha van egy ilyen rendezvény, akkor utána sokáig lehet félni, meg rettegni, hogy itt milyen komoly szélsőjobboldali veszély van, és akkor hát ebből komoly soros vagy egyéb más támogatásokat ez azért a jogi aggályok azért még nem cáfolták. Hát ez a jogi aggályok, érdekes módon ezek a jogi aggályok mindig ilyenkor megjelennek, olyan jogi aggálya TASZ-nak mondjuk nem volt, hogy mondjuk tudom én, tehát hogy ezeket a nézeteket egyáltalán szabad-e hirdetni. És egy konferencia az egy nyilvános hirdetése. Tehát szerintem ezzel ez azért zárójelbe tehető. Ha a másik részét nézzük, egy kormánynak szerintem az a legfontosabb feladata, hogy nyilván demokratikus keretek között a nemzeti érdekét képviselje. A nemzeti érdek pedig az, hogy egy ilyen konferencia ne rontsa Magyarország hírnevét, innentől kezdve szerintem a kormány itt a feladatát hajtja. Ez egy nagyon jó végszó, elnézést, Attila, legközelebb itt folytatjuk, mára ennyi időnk volt, nézőinknek megköszönöm a figyelmet, vendégeinknek a részvételt, tartsanak velünk a jövő héten is.